Na hát elérkezett akkor ez a pillanat is, hogy hamarosan szólítják majd Mansur Sujovicot, illetve Fallon Sherrockot a következő mérkőzés, és ez a találkozó többféle megközelítés szempontjából is rendkívül érdekes. Ez az egyik kérdés, és majd arra természetesen hamar választ kapunk, hogy hogy viselkedik majd a közönség. A képen látható, hogy milyen úgymond támogatást és milyen zavaró momentumot kap mondjuk Mansur Sujovic. A másik nagy kérdés, és itt tartom én igazából problematikusnak a hölgy jó szereplését, aztán lehet, hogy abszolút rám cáfol, hogy ahelyett, hogy az első fordulóban győzött, ahelyett, hogy nyugodtan rá tudott volna készülni erre a mérkőzésre, gyakorlatilag a vízcsapból is ő folyt, és tulajdonképpen mindenféle protokollt végig kellett járnia, nyilatkozni, megjelenni itt-ottam, ott mindennel foglalkozott, csak éppenséggel ezzel a mérkőzéssel nem nagyon tudott, mert nem volt rá ideje. Igen, igazából ugye mi beszélgettünk nyilván erről az összecsapásról, hogy mit várunk, sok szavazás volt szerte, a neten nálunk is volt szavazás. Én csak azt nem tudom megítélni jelen pillanatban, hogy milyen hatással van ő rá ez önmagában, mert az, hogy most tényleg gyakorlatilag tévéből rádióba, rádióból újságíróhoz, újságíróból vissza tévébe, tehát mostanában az elmúlt napokban ez a, hogy mondjam, ez az út az, amit ő bejárkál, és hogy ez mennyiben segítette elő azt, egyrészt, hogy feldolgozza ezt a dolgot az elmúlt napokban, ami körülötte kialakult, másrészt pedig mennyiben borult föl a felkészülési tematikája a mérkőzésre, tehát az, amivel ő úgymond hát helyzetbe tudja magát hozni, amivel a formaidőzítést végig tudja csinálni, ez mennyiben változott meg azzal, hogy itt gyakorlatilag tényleg riportról riportra kell mászkálnia. Én nekem azért vannak ezzel kapcsolatban elképzeléseim, nem vagyok benne biztos, hogy tehát két opció van, vagy teljes mértékben ki tudja ezt zárni, és abszolút ugyanazt a Fallon Sherrockot fogjuk látni, amit Tede Vetszelen, vagy pedig egy olyat, akinek teljesen elvitte a fejét, nem rossz értelemben mondom, hanem hogy megzavarta a felkészülését. Abból kiindulva, ahogy a Tede Vetszelni meccset kezelte Fallon Sherrock, ahogy a színpadon viselkedett, én képesnek tartom rá egyébként, hogy önmagában ezt az egész körítést meg mindent ki fogja tudni zárni. De én akkor sem fogok fanyalogni, hogyha ne adj Isten most egy nagyon sima mérkőzést fogunk látni, és mondjuk meg se tudja közelíteni majd azt a teljesítményt, hanem mondjuk egy közel átlagos, ezen a PDC világbajnokságon átlagosnak mondható teljesítményt, egy 85-ös igen, átlagot fog dobni, vagy 92 körül majdnem dobott, és hogyha most itt egy 80-85 közötti átlagot fog dobni, én azon sem fog csodálkozni. Megmondom őszintén, én azt gondolom, hogy ő most önmagában annyit tett a női dartsnak az elismeréséért, amennyit csak tehetett. Neki az igazi feladat egyébként önmagában január elejére rakódik, hiszen a BDO világbajnoki címet ott tudja megszerezni. Ezzel a játékkal, amit itt produkál, egyébként nagyon jó esélye van rá. A két hölgy, aki itt volt a PDC világbajnokságon, abszolút. A két leginkább esélyes ott is a világbajnoki címre, egyébként majd közvetíteni fogjuk természetesen a BDO világbajnokságot is, tehát látni fogjuk őket még, mint Suzukit, mint Sherrockot. De hát ott is vannak azért még nagyon jó női játékosok, Lisa Ashton, Lauren Winstanley, hogy csak a legnagyobb neveket említsem, Detta Hedman, akik azért meg tudják őt szorítani bárhol, de az tény és való, hogy Sherrocknak a mostani teljesítményét, azt, amit ő most itt produkált, azt láthatjuk is, hogy kiknek a teljesítményéhez hasonlítják, és kiknek az úttörő munkájához hasonlítják. Én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben abszolút beleillik a vonulatban, hogy a sport szempontjából, a sporták szempontjából ez mekkora jelentőségű volt az ő sikere. És arról nem is beszélve, hogy egy rettenetesen gyors
tehát ez ugye tavaly volt az első ilyen selejtező lehetőség a hölgyeknek, ez már rögtön a második selejtező, tehát a második évben sikerült, hogy egy hölgy versenyző gyakorlatilag abszolválta az első mérkőzést, és hát lehet látni, micsoda őrület, tehát váltott ki szerte a világban, tehát nem csak Angliában, nem csak Nagy-Britanniában, hanem tényleg mindenfelé lehetett őt látni, és abszolút bejárta a világot az ő sikere. Na ez az, amit nem tudom, hogy hogy kezel. Bárha azt vesszük, hogy ő gyakorlatilag mind ment már keresztül élete során, annak ellenére, hogy egy nagyon fiatal hölgyről beszélünk. Volt egy betegsége is. Betegség, egy életveszélyes betegsége, ráadásul egy olyan vese betegsége, amit miatt a súlya olyan szinten elkezdett ingadozni, hogy lehet róla látni a neten olyan fényképeket, akkor legalább kétszer ekkora, mint most. És sokszor az életért kellett aggódni, és hát természetesen a gyermeke körüli dolgok sem könnyítették meg az életét, és mindezek ellenére szenzációs kis játékos, úgyhogy meglátjuk, hogy hogy teljesít most. Last Friday Night című számára jött be. Mi lesz itt a jó ég? Szujovics pedig a megszokott Tina Turner számra, a Simply the Best-re érkezett fel a színpadra. És akkor itt van Fallon Sherrockról minden, amit tudni kell, 25 esztendős. Egyébként, bocsánat, még annyit hozzáteszek az előéletéhez ennek a meccsnek, hogy természetesen hát Mensur Szujovicsot is megkérdezte az osztrák televízió, meginterjú volt ezzel az egésszel kapcsolatban. Akit érdekel, hogy ő mit mondott, az a Sporttelevízió Sporttelevízió honlapján megtalálja Monc Attila írását, illetve a Facebook oldalon is egyébként kint van a link. Érdemes elolvasni, egy kicsit hosszabb hangvételű cikkről van szó, nyilatkozatról, úgyhogy természetesen hát neki is azért nem mindegy egy ilyen reflektorfényben játszani Mensur Szujovicsnak, és persze Wayne Mardell, Laura Turner, és ott van már a riporter állásban, úgyhogy abszolút. De Mensur Szujovicsnak háromszor sikerült eddig a világbajnokságokon a leg 16-ig menetelni, annál tovább nem jutott,
2008-ban játszott az első világbajnoki mérkőzését még Andy Smith ellen. És remélem, hogy erre a meccsre egyébként a Darts palotában is jó sokan összegyűltek a PDC Hungarian Fan Club szurkolói klubjában, innen üdvözöljük őket. Jó szurkolást kívánunk mindenkinek. És természetesen továbbra is várjuk a kérdéseket majd a Facebook oldalon mérkőzéssel kapcsolatban. Nézzük Serok második körét. Ott jön a tripla, jön a tripla lent. 81-es. Nem is figyeltem, mert pont olvastam itt a hozzászólások között, de egy új tolla van. Igen. Nagy alakú tollal játszik Mensur. De két ellenfele van Mensur Sujovicnak. Saját maga meg a közönség. Igen. Serok. Akkor három. Akkor három. Hároman vannak. Közönség, saját maga és Serok. Igen. És egy százas. Tripla. Hú, szegény. Ez mondjuk kemény lesz így végigjátszani. 140. Akár mekkora profi Mensur Sujovic, de... Az, hogy minden dobást fújolni fognak, az mondjuk durva lesz. És nem próbálkozott meg kiszállóra lekerekíteni Fallon Sherrock. De hát azt hiszem, Mensur Sujovic ezzel tisztában volt, hogy biztos nem túl barátságos légkör fogadja majd ezen a meccsen. Hát abszolút, abszolút. Egy egyes. Csak így ennyit... Szóval, de szép két tripla 20-as bizonyám, majd a kiszálló után mondom, hogy mit mondott, csak egy rövid idézet majd ebbe az interjúban, nem akarom az egészet, és közben és dupla 9-re már nem dobja be! El. Óriási 81, boldogság igen. A háttérbe, de az lenne az igazi öröm számukra, hogyha Serok bedobná. 15. És a búra! Nincs meg! Kettesben 48 maradt, 18-ra Sujovic, de rádobott a kiszállóra rögtön az első legben. Kettes letutizza, dupla 8-ra. Bedobja! Elnézést kérem! Aj, de jó lesz! Minden kiszállója után elnézést fog kérni. Bocsánat, hogy élek. Igen. Azt mondta a Serok elleni mérkőzés előtt Sujovic, hogy 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a közönség mögötte fog állni. Márpedig a VB-ken a publikum nagy szerepet játszik mindig. De azt mondja, neki is ugyanúgy három nyíl lesz a kezébe, mint nekem. Talán többet gyakorolt itt a VB-re, mint mi, de szóval tényleg nagyon oda kell figyelnem, összpontosítanom, különben ki fogok tőle kapni. Kipattant jó helyről, mert ez is a tripla 20 felé igen tartott a nyíl. Tehát tisztában van mindennel Mensur Sujovic ezzel kapcsolatban. Én, ahogy őt ismerem, nem csak mondja ezeket, hanem ő ezzel teljes mértékben tényleg tisztában van, és föl fogja tudni szerintem dolgozni. Nem hiszem, hogy neki ezzel problémája lesz egyébként. Alatta, alatta. És 41-et dob Sujovic, rácsap a kezére. Ott a tripla 20. Aztán egy egyes, hogy teljes legyen a kontraszt, és még egy tripla 20. Megtapsolja a közönség, 201-re lemegy Serok. Ki kell állni a Sujovicnak. Nem jön! Nem jön, csak 60-as dobott. Igen, lejjebb kellett volna bizony. Jön a tripla! Megint jön egy egyes utána. Lekerekített. 81-120-ra kerekített. Azért kellett az az egyes. És akkor Sujovic. Tripla, tripla. Egy tripla van, de nincs kiszálló. 40 marad. És Seroknak meg kellene csinálni a Shanghai-t. A 20 az megvan. Most jön a neheze. Nem a tripla tudja megcsinálni. Nincs meg. 60 marad. Be is dobja elsőre Sujovic.
2-0-ra vezette át a 11. helyen kiemelt Mensur Sujović. Gyönyörű 140-es dob saját legkezdéseként Serok. Visszadobja Sujović. Nagyon begyorsult. Most nem tudom, hogy Mensur önmagában gyorsabb ritmusra váltott játékában a toll csere után, vagy pedig iszonyatosan más játékot játszik. Tehát csak a tempója is nagyon gyors lett, nem csak a tolla változott, sokkal gyorsabban dob. Nem tudom, hogy ez ennek a meccsnek szól-e, vagy pedig önmagában ez lesz az új Sujović stílus. Nem lenne rossz. Igen. Hát egy méregfogát kilőni az őt utálóknak, az biztos, mert rendszeresen sok embernek azért nem szimpatikus a játéka, mert lassan játszik. Tripla! Két tripla! Nagyon jó, eddig 180! 441-nél jártunk a meccs előtt a 180-akban. Ez az első volt a meccsen. Százas. Ugye 458-ról beszéltünk, hogy a nap végére azt kéne elérni, úgyhogy a két meccsen, ami még hátra van, 17 kéne. Ott a pull. Az jó eddig, 39 nincs meg. 40-re teszi le magát Sujović. Nincs tripla. Egyáltalán nincs tripla. Ahogy elnézem, el lehet ám hallgattatni a közönséget jó játékkal, ahogy ezt teszi Mensur Sujović. Na, bajlódik még? Igen. Igen, és nem tudja megdobni. Ott van Serok előtt az esély, hogy a saját kezdését megnyerje. Megint ugyanaz, de most megvan a tripla és a dupla 9. Bedobja! Fölrobban a lelátó, a nézőtér emelkedik a decibel szint. Az biztos. 2-1. Na most megint előjönnek a hangok. És jön a tripla. Csalódott Moraj. 95 pont. Ott már jön a tripla Sujovicnál. 95-ös dobás. Parádés. Jól játszik. Én azt gondolom, hogy nem látszik rajta az, hogy megviselte volna a Herce-Hurca körülötte. Most Sujović esett ki a ritmusból, 60. A hátsó pályán egyre jobban áll Serok. Főleg így. Levált a 19-esre, lebizony. Megvan, kiszállón van. Nagyon jól játszik. Elkerüli, messze elkerüli most Mensur Sujovićot a tripla. Hát nem, kellett volna tripla, de nem ilyen tripla. És egy egyes is, ez nem jött össze. 131 marad. Na! 2 is jött. Bizonyám, eddig haragban volt a triplákkal, most összebarátkozott velük. Megvan a tripla, 71-re jön a 39. Bedobja azt megvan. Is! 32! Oh! Te jó ég! 131-es kiszállott Serok. Oda nézd, megőrültek hátul. Hát nem csodál, ez gyönyörű kiszálló volt. Parádés. És ő kezd. Mindjárt ilyen Aberdeeni hangulat alakul ki. Igen, mindjárt lassan repülnek. És ott jön a tripla. Százas. Nincs tripla. És nem dobott Mensur Sujović triplát, miközben Seroknak volt azért egy triplája.
És jön és egy újabb megint. Tripla. Még egy! Milyen arca volt Menzurnak, láttad? Azt a mindenit. Enyhe fokú földrengést mérnek. Az biztos. Szurrugisok. Remeg a vakolat a metróban. És nem dobott túl jó kört Szújovics, csak egy százat. Le van maradva, és az átlagok is döbbenetesen elmozdultak. Serok ilyen 80 körül volt a 2-0-ás hátrányban. Na most Menzur megint dob triplát, de hát a 180-as sem lett volna kiszálló. Ez csak 98. Óriási a hátránya. Lemegy a száz alá, vajon Serok? Kellene egy tripla hozzá. És bedobja, 70 pontja marad. Szujovics alá dobja. Fölé dobja. És nem jön megint a tripla. 70-re Serok. Megvan a 18-as. A 12-es is, és a dupla 20 a szettér. Bedobja! Három leg zsinórban fálok Seroktól. Atya úristen, ne szú... Hát igen, föl kell kötni a gatyát rendesen. Kettőn... Kész. Egy kis szégyenlős mosolygásos. Igen. Hát megcsináltam, bocs. 3-2-re vezet Serok, és tartunk egy pici szünetet. Vezet. Nyert. Hát ez óriási volt ez az első szett. De úgy indult, hogy... Ez egy annyira sima meccs lesz. Összekapta magát Fallon Serok nagyon, és megközelíti a 90-es átlagot, ha jól tudom. Igen, 89-88-78 Seroknak az átlag, és 87-04 Menzur Szujovicsé. Egészen elképesztő. A kiszállózásban van nagy különbség, hiszen 7-ből 2 kiszállót dobott meg 7 kísérletből Menzur Szujovics, 28%, míg Fallon Serok 4-ből 3 dub, és ott folytatja, ahol abba hagyta, 99. Bele kell húzni a Szujovicsnak. A meccs otcai egyébként 1-29-es a szorzója, még így is Szujovicsnak a végső győzelemre. Seroknak 3,5-es az élőfogadások alapján. Igen, de ez 6-ról ugrott le, mert 6 fölött volt az otca, és most még lehet, hogy még lejjebb fog. 140. És tripla ötösben az első nyila, alatt a második, és nem talál triplát. És nézed, egy hátsó pályán játszik Serok, és hogy dob? Mit fognak csinálni ezzel a lányjal, kiveri Menzurt is? Eddig riportról riportra, nem tudom, lehet-e ezt még fokozni, ezt a hype-ot. De az minden esetre... Nagy örömmel tölt el, hogy az látszik, hogy nem az a variáció jött be, hogy megváltozott volna a játéka. Egészen szenzációsan játszik, és mintha meccs közben nem nagyon zavarná őt semmi. Teljesen nyugodtnak tűnik. Abszolút az. Ugye azt a riportban is elmondta, hogy a vízfogyasztása neki a veséje miatt figyelnie kell. Ez rendben van. 140 most Menzurtól, 87-re lemegy. Serok igen. Számára némi teret. 18-as. Bedobta ezt is! 104-ről. És csak elmondanám, hogy Fallon Seroknak ez a negyedik 100 pluszos kiszállója a világbajnokságon. Az volt nála az érdekes... többet csak Kim Huybrechts tudott dobni. Az előbb, amikor dobta a három nyilát és a kiszállóra a nyilát Serok, már ment oda Szujovics, hogy akkor majd most ő ledobja azt a kört, csak hát nem volt mit, mert utána Serok kezdte igen. A leget. Igen. Százalékos kiszállózás Seroknál, egészen hihetetlen. Százas folytatás.
85. Most már kezd pipulni Szujovics. 200 fölöttie van Seroknak. Eddig még csak mosolygott, de hamarosan le fog fagyni a mosoly az arcáról. 140! Most már Szujovicsnak ez fele sem tréfa. Jön a tripla. Kezd beleerősíteni. Ott van még egy. S bedobja 180-at! 161-re Serok. Tripla megvan! Majdnem megvolt a tripla 17 is. De így is nagyon jó, mert a 131-et egyáltalán nem biztos, hogy Szujovics megdobja. Alá dobja, nincs tripla. Az benne van, nincs benne, de az lényeg az, hogy nincs kiszálló most. Serok a 64-re. Elmegy. Na most hol tartunk? Bedobja azt is! 2-0-ra vezet a második szedben. Nincs válasz a Mensur Szujovicsnak Fallon Serok játékára. Egészen hihetetlen szinten játszik. 89,94 Mensur átlaga, míg 91,9 Fallon Seroknak, és továbbra is szórja a triplákat. 83%-os kiszállózás, brutális. Százas kezdés. És csak úgy mondanám, hogy nem dobott még duplára Mensur Szujovics a második szedben. Tehát azért az is elég kemény. 140. Egyes, egy picit tévesztette csak el. Tripla 19. 83%-os kiszállózás Seroknál, 6-ból 5. Most azért jócskán belehúzott Szujovics. De hát, ha úgy veszük, akkor ez a legelismert Seroknak, hiszen ő kezdi majd a következőt. Triplaúz, triplaúz! Nem dobja be a dupla ötöt. Most már azért van egy kis nyomás Serokkon is. Ez most nagyon szépen dobja ezt a leget Mensur Szujovics. 60. Fölnézett a magasba, az elégedetlenség jele volt ez Seroknál, a csalódottságé. És bedobja a dupla négyet. Nem ment már a dupla ötre Mensur, hanem letutiszta. Na, de most jöhet el Serok ideje, mert ő kezd. 2-1-es vezetésnél a második szedben. Fölé, fölé. Az már jó, százas. Jön Szujovics. Ő rögtön triplával kezd. A második is jó. 140. Jön lent a tripla Seroknak. 96-os. Picit tévesztette csak el. Megint csak egy picivel dobja fölé Szujovics, aztán alá dobja, nincs triplája. Teljesen együtt. Megvan a tripla Seroknak. Bedobja bizony. Az is jó. Még egyet, lekerekít. Nem, 140. Ráment a 180-ra, ő hitte, hogy meg lesz a 180. Szujovics. Százas. Na most, hogyha dob nagyot Serok, akkor van bajba igazából Szujovics. Egyelőre nincs triplája. Még mindig nincs triplája. És még mindig nincs nem, triplája. Nem, csak 57. 108. Szujovics viszont lemehet 100 alá bőven. Így meg is lesz az. Bedobja az 57-et? Nem búrra ment rá. És akkor 108-ra. Ezt meg kellene oldani a Seroknak. Tripla 4. Számolni kell. Igen, 96-ja van, tehát a tripla 20 még jó. Azt nem, dobja, nem be. Dobja be.
56 marad. Most ragad Szujovicsnak a 71. Húha. Mi megy a háttérben? Ó, és nem találja el a szektort. 15-ös kell Szujovicsnak. Tripla 15-re kell rádobnia. Megdobja a dupla 10. És bedobja. 2-2. És ő fog kezdeni. Úgy volt 2-0-ás előnye Seroknak, hogy nem dobott kiszállóra Mensur Szujovics. De az előző szedben meg ő vezetett, mármint Szujovics vezetett 2-0, és onnan kapott ki. Lehet, hogy most ugyanezt fog történni, csak ezúttal Szujovics fog nyerni. 60 a kezdés. A kezdés minden esetre nem jó a részéről. Aj, az mellé félre ment. Az nem jó, 43 csak. És ott már jön Mensur Szujovicsnál a tripla. Triplák. 140. Uf, még ezzel sem elégedett. Nagyon szépek, de most nézzük inkább Serok dobását. 140. ...301-re jön a tripla második nyillal. Az is 140, százas. Igen. 318. Itt 180 kellett volna a kiszállóhoz. 140 még csak 60. Kevés lett volna, de 60 az még kevesebb. Nagyon nagy esélye Szujovicsnak, hogy aládobja. Ezúttal elvigye ezt a szettet. Az jó. Itt a 80 pont megvan. És gyönyörű, a ból is 130. Jó. Most nem dob triplákat, Serok, ez a baja. Végre jön egy, csak már 71-nél tart Szujovics. 158-nál Serok. Megint próbálják zavarni a nézők, ez nem jött be az előbb. Dupla 20. Bedobja. Bedobja! Lehet, ha csöndbe maradnának, elhibázná. 1-1. Fuh. Gyorsan elhagyja a színpadot Mensur Szujovics, és csak mosolyog, mosolyog, Serok. Szünet jön, és aztán megnézzük, hogy hogy folytatódik a meccs. Készültél? Mi már kibontottuk a karácsonyi kedvezményeket és kisimítottuk a ráncokat. Ha nem bírod a gyűrődést, keresd a MediaMárt áruházakban a Philips kézi és állógőzölőket, amelyeket most 15% kedvezménnyel vásárolhatsz meg. MediaMárt. Karácsonyra nagy ajándékot szeretek kapni. Én mindig a kisebbeknek örülök. A karácsony mindenkinek másképp szép. Most minden könyv 30% kedvezménnyel kapható. Tesco. Herbal Essences, az anya természet titka. Valódi növényi kivonatokkal, a brit királyi botanikus kert jóváhagyásával. Herbal Essences, tapasztalja meg a természet erejét. Van, aminek nem tudok ellenállni. Patyolat tisztaság a Lenor mosószerrel. Új Lenor All-in van mosókapszula. Az egyetlen mosókapszula a patyolat tisztaság élményével és a Lenor illatával, amit annyira szeretek. Tökéletes harmóniát alkot a Lenor öblítőmmel. A Lenorral jól érzem magam. Gyermekektől mindig távol tartandó. Head & Shoulders. Ez? Új Head & Shoulders Supreme argánolajjal. Ragyogó, akár 100%-ig korpamentes haj. A fodrászokat is lenyűgözte. Mindig készülünk az ünnepekre. Mindig Aldi árakon. Van zsákomban minden jó, Hervisben féláros akció. Kilimandzsáró hótaposó most 50% kedvezménnyel 11.499 forintért lehet a tiéd. Részletek a hervis.hu oldalon. Hervis. Mozdulj meg! Hervis. Sports. Oh my gold! Legyen nagyszerű napja a hajadnak. Pantene Gold Balzsamok Provi formulával. Oh my gold! Készen állsz a ragyogásra? Fedezd fel a Pantene haj erejét. Amikor a megfázás tünetei megzavarják az egész család álmát, Vick vaporub. Csökkenti az ordogulást, enyhíti a köhögést,
és a torokfájást. Ha ők alszanak, te is alszol. Vigvaporub 3-1 megoldást nyújthat a megfázás tünetei ellen. Ordugulás, köhögés, torokfájás. Vigvaporub. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Heti akciós ajánlatunk az Osamban. A Libero Megapak nadrágpelenka csak 8990 forint. A PlayStation 4 játékkonzol ajándék Fortnite játékkal pedig csak 69990 forint az Osamban. Akár online is. Január 1-ig majd, hogy nem megszakítás nélkül a PDC világbajnoksággal. Hogy folytatja Van Gerven. PDC Darts VB december 13-ától január 1-ig élőben a Sport TV-n. Régi vágyom felkeresni a könyvtárat. Nem, a könyvtárban nem mehet be. Oda senki nem mehet be. De még ha be is jutna, testvérem, ez a könyvtár megvédené magát. Egy rózsa szépségéből, illatából, hervadás után csak egy szó marad meg. A neve. Umberto Eco regénye alapján a Rózsa neve. Péntekenként a Filmkafén. Szá... 80-at, bocsánat. 100. Százas volt Menzur válasza, és most jön a tripla. 140. 140. Ez is. Nagyon megküldte a második szettet Szujovics, 100 fölötti átlagot ért. Így van. És ez a 91 100-as. Sem rossz szám. Ő vezetett 2-0-ra, és onnan fordított. Eddig Pepitával megy a meccs, hiszen az első szettet úgy vesztette 3-2-re Menzur, hogy 2-0-ra vezetett. A második szettben pedig pont fordítva történt. 140. Hátsó pályáról előnyösebb helyzetben Szujovics. 122 Seroknál, 121 Szujovicsnál. 25. Ott van, 96-ra a tripla, 20 kell neki, az nem jön. Na nézzük, 122, ezt meg kellene csinálni Seroknak, mert három nyila lesz dupla 8 a Szujovicsnak. Megvan a tripla! A sima is, és a bull. Nincs! Meg csak a 25. És akkor Szujovicsnak 3 nyíl dupla 8-ra. Be is dobja. Elveszi Serok kezdését Szujovics a harmadik szett elején. Nagyon ráerősített az első szett után Szujovics. 59. És már Serok kicsit kezd durcás lenni. 121. 121. Két tripla, 20, az így is megvolt a körben. Ott van a tripla lent a 19-esen. 96 pont. Negyvenegy.
Némi esély azért felcsillan itt Serok előtt, megvan a tripla 20. Kellene még egy. Nincs sima. 100. Naj, de nagyon szép. 65-re levitte Szujovics. Nagyon szépen elkezdte irányítani a mérkőzést most már Venszus Szujovics. Seroknak most egyetlen problémája van. A szektort megdobja rendszeresen. Na nézzük a dupla 20. Nem, a dupla 15. És nem találja, mert dupla 5 lett a dupla. Ugye 40-re dupla 5-öt dobott, és így maradt a dupla 15 neki, de nem találja el. Viszont még biztosan lesz egy köre arra 15 pontra. Szektort megdobja, csak egyszerűen most elkerüli a tripla 5. Hát most ráadásul a szektort sem dobta meg. Hármas. És dupla 6 megvan, kipipálva 2-0. Nagyon egyszerűen az történt, hogy följavult egészen magas szintre Menszul Szujovicsnak a kiszállózása. 140-nel kell Serok. Tehát most már közel 50%-on duplázik, 95-ös átlagon van Menszul Szujovics. 102-es első 9 nyíl, ami Fallon Seroknál egyébként 99,5-ös, tehát nagyon jól dobja is a tömeget, és kipattant a tripla 20-asból. Le is váltott, 117! És a tripla 20-ból jött ki, 177-et dobhatott volna. Hát szerintem, ha benn maradt volna az a triplába, akkor oda dobja a harmadikat, és akkor 180, de így is nagyon szép volt ez a kör. A Seroknak 71,43 a kiszállózása, parádés. 186, nincs kiszállom, még Serok. Nincs még meg a tripla. Ó, és még el is rontja harmadik nyíllal a szektor, Szujovics. Ott jön a tripla elsőre. Még egy másodikra jön. Is. Most át kell egy kicsit gondolni. Az a hatra csak nem akar maradni. 56 marad. Elindul utána Szujovics, 140, 16 dupla 20, 16 megvan a dupla 20. Az fölötte, még egy nyíl, az bedobja, 2-1. Tehát most kezd Szujovics. Tripla 20. Újabb! 180! Az igen. Negyedik a meccsen. 2-2-re állnak ebben a mutatóban. Hatvan pont. Megint nem fog jól jönni a 2-0-ás előny. Ott a negyedik nyíl! Az ötödik is benne! Hatodik is! Elképesztő! Azt a pofát, amit Menszul Szujovics rágott most. Nem csodáló, hát ez most mit tudsz erre mondani? Most komolyan, hát ezzel mit lehet kezdeni? Parádés! 140, ó, mekkorát játszanak! Hetedik! Az fölötte van! És még ezt is a fejébe vette, hogy 9 nyilast akar dobni, hihetetlen a csaj. Igen, nagyon csovált a fejét, amikor eddig nincs a 20-as lett. Igen. És jön a tripla a Venszurnál, tehát még mindig ott az esély, hogy Szujovics be tudja fejezni előről, ha hibázik Serok. 105 marad Szujovicsnak, lesz-e 11 nyilas, nézzük. Hogy nevetve Inmárdul. Van! És bedobja a 11 nyilas leg! Többenetesen jól játszik. És ő kezd most. Ott volt az Iker testvére, ha jól láttam egyébként. Ott ült a hozzátartozói részen.
És kezdi a triplával. Az fölötte. Százas. Én nem tudom, hogy Menzo Sujovic hisze a személynek, ami itt zajlik most, de szerintem sokan vagyunk így ezzel. Itt van a döbbenetes átlagok, nagyon jól játszanak. És ugyanaz a helyzet Serok szempontjában, mint Tedevec ellen. Evec is nagyon jól játszott ellene, mégis meg tudta verni és tudott hozni egy meccset. És most bizony Menzo Sujovicnak is nagyon meg kell izzadni ezzel a meccsed, viszont most sokkal jobban kezd két kör után. Ott a tripla megint, 140-nel kezdett Sujovic. Jaj, de szép, két tripla! 140 megint. Most kell a 180 Seroknak. De most nem jönnek a triplák, egy jön, még egy jön, vajon? Nem, százas. Ez lehet, hogy kevés lesz. De most jól áll nagyon Menzo Sujovic. Az most mellé ment, zúgott át, ott a tripla, az már jó. Így már kiszállón lesz, 136. Most már Seroknak kell az is, hogy hibázzon. Tripla! Sujovic. Bedob még egyet! 140, lemegy 101-re! Hát most meg már kiszálló kényszerben van Sujovic. Ott a tripla! Kell neki a 76-ra, 48 nem jön! Ugye a 28-ra akart kerekíteni. 100 fölöttire Serok. Nincs meg a tripla! 57. Ja, nem a 45, bocsánat, ő 45-re dob, igen. És nem jött 71-re. Az bedobja, 32-re marad! És most nyerheti meg a harmadik szettet Sujovic. Dupla 20. Dupla 10! Dupla 5! Egy nyila van! Amit lehet bevet a közönség Sujovic ellen most. Nem, nem is, is dobja be! Hát ez hihetetlen! 2-0-ról elveszíti ezt a szettet! Bedobja a Serok! Serok megnyeri a harmadik játszmát! Amikor már megint azt hittük, hogy vége van ennek a szettnek, és 2-0-ra vezetett Menzo Sujovic, egy újabb hatalmas feltámadás. Minden szettnek ugyanaz volt a forgatókönyve, tehát egy jó tanács annak, aki nyeri az első leget, a másodikat azt ne nyerje meg, mert utána ki fog kapni. 2-0-ra nem szabad vezetni. 140! Hátsó pályán mindezt. Leesett Fallon Serok Occa 2,37-re, 5,5-ről azzal, hogy megnyerte a szettet. És 1-5 most Menzo Sujovicé. Jó! Ó, micsoda pekkes volt már megint! Kipattant a nyila. És tripla 18-ban, kettő megül. Egyes dob Serok, pedig ritkán téves szektort. És aztán jön két tripla 20. 163-nál tart, Sujovic 179-nél. Nem jön a tripla most viszont. Ott jön, igen, lerakja magát Menzo 80-ra. Tripla 20. De megint megkapja a nyomást Seroktól. 97-te 66-ra megy le. Na most megint milyen a közönségtől. 80 pontra. Szújó, hát a szokásos. 20-20. Dupla 20-ra egy nyíl. Elrontja. Nem dobja be. Ott a tripla 10. Dupla 9! Bedobja! Hát ez elképesztő! Ez a kiszállózás egyenesen elképesztő, amit Fallon Serok produkál ezen a világbajnokságon, és ezen a meccsen, meg aztán kifejezetten valami egészen brutális. Ilyen nincs. 100!
180-nal kezd! 13-ból 9 sikeres dupla Fallon Sherrock neve mellett. 69%. 100-as. Jó, ott a negyedik is. Ill már megint ott van. Az ötödik fölötte. Újabb tripla 140. Ha még a végén... Hát most a újabb átlag csúcsot produkál itt. Hát a sajátját lehet, hogy megdönti. 180 Menzurtól is jön utána, de hát lehet, hogy késő, ha nem hibázik a hölgy. Már pedig most hibázik. 41-es, 140 dobott. Itt a lehetőség Szujovics előtt. Egy tripla, ott a tripla. Dob-e még egyet? Igen. Dob, 140, 81-re megy le. Megint van, mi extra kellene. Egyes dob. Ráment az 54-54-32-re, ez nem sikerült. Így most kevesebb pontot fogyasztott, még mindig lehet mondani hátsó pályára Szujovicsnak így könny... Ó, és dob egy kettest! De még így is visszabrékelhet. De már így nem. Így már nem, és a Sherrocknak megint ott van a 98, mint feladat, ami megoldható. Nincs meg a tripla, 18. Szujovicsnak nincs más. Hátra meg kell dobni a dupla 20-at. Megint nem jön az elsőre. Még mindig marad a dupla 20-nál. Bedobja! De miért kér elnézést? Tehát még ne ő kérje. Azért az már durva, hogy Szujovics kér elnézést azok után, hogy ezt kapja a közönségtől, mert azért azt nyilvánvalóan nehéz megemészteni. Tehát akármilyen profi és akármennyire felkészült. 83. Igen, itt közben kapom az infót, hogy ezt lehet, hogy direkt vesztette el Sherrock ezt a leget. Nem akart 2-0-ra vezetni. Az nem jó előjel. De ahhoz viszont, hogy nyerjen, ahhoz... De most kiesett a ritmusból. Egy triplája van Szujovicsnak. Nézzük Sherrock folytatását. Nem jön most a tripla. 60. Újabb fordulat a mérkőzésen. Azért Szujovics megdobja meg egy triplás körét. 400-nál tart Sherrock, nagyon fönt van. Némi kitörő után visszatalált a megfelelő ösvényre. Alatta. Az is alatta. Megvan a tripla 20. Micsoda pech, mert így nincs kiszállója sem. Volt két kipattanója, most egy ilyen szerencsétlen nyíl, ami beszorul a kettő közé, de nincs hegye. De nagy kiszálló lett volna, 57-57-re a Bull. Dráment, kis erődemonstráció. 60. Kilences, és dupla 8. Még egy nyila van rá. És nem dobja be! Nagyon bizonytalan a duplákban Szujovics. 20 kellene a tripla 20. Nincs túl jó helyen az a nyíl. Megtalálja a megfelelő szöget. Meg igen! És dupla 20! És nem dobja meg! Milyen pici kellett hozzá. Megint Szujovics, dupla 4. Dupla 2. Bedobja a csücsökbe! Majdnem a 17-esben landolt. Elnézést kér megint.
Igen, hát közben itt kedves kollégám figyelmeztet rá, hogy meséljek azért egy sztorit arról a Menzur Szujovicsról, akit mi ismerünk, mert sokan ugye nem szeretik, hogy mi jóban vagyunk vele. Százas! Amikor itt volt márciusban az Érdi Gálán, egy kisfiú nagyon sírt, mert lemaradt a meet and greetről, hogy a játékosokkal lehetett találkozni az apukájával, és Menzur visszajött érte, és bevitte magával a többi játékost is oda hívta, úgyhogy azért nagyon jó szívű játékosról van szó. Hát most ez látszik rajta, hiszen minden egyes kiszállója után bocsánatot kér szinte mindenkitől, aki él és mozog. Ebben azért némi taktika is van szerintem, hogy a közönség azért... Szimpátiáját elnyeri, de nem hiszem, hogy ez ilyen nagyon furmányosság lenne. Tehát ez inkább egy... Lehet, hogy van benne olyasmi, hogy talán ezzel lejjebb tudja őket csitítani, de... Elmegy a második nyíl, megy másik szektorba. 224, hova jut Szujovics, nézzük. Befogja? Nem jön tripla, így nem ér utol. Alatta van, három sima 20-assal is kiszállóra tud lemenni Serok. És meg is van 164. Továbbra is tartja azt a játék stílust. Kevés szektor hibával Serok. Na most. Ez viszont nagyon szép Szujovicstól, 121-155-re elütötte. Nem volt igen. Szerencsés, mert neki koccant. Igen, megütötte a bennálló nyíl. Az jó. 54. Az nem jött. Vissza a 18-as triplára. Marad így, aztán 68-155, ez brutális kiszálló, nem is tudja megcsinálni Szujovics. 60 a dobot csak, épp hogy lekúszott 100 alá. 20. És duplan. 10 dobja ezt is! 2-2. Hát ez valami hihetetlen, hogy hogy kiszállózik Fallon Serok. Szerintem mindenkit kenterbe ver ezzel a százalékkal, és ilyen tartósan, ennyi kísérletből. 15-ből 10 dupla, 67%. Döbbenetesen jól játszik. Triplamentes körrel kezdte a saját legét Szujovics. 55. Nagyjából úgy kezdenek, mint a ketten. És megint szektoriba, óha! Fú, de nagy bajban van Szujovics! Hát nem dob triplát! Most kap két triplát, akkor óriási probléma lesz az osztráknak. Egyet és bedobja az egyiket. Százas. Hát ez sem túl jó neki, de ez még ledolgozható első pályáról. És megint szektor téve Szujovics. Nem jön a tripla. Lent jön. Egészen elképesztő, mert Márdőtől kb. 26-szorra hallom a fülemre a pánik szót. Egyébként hogy úgy tűnik, hogy kétségben van esve, pánikol Menzur Szujovics. Százas! 2.46-nál jár Serok. Nem csodálkozom rajta. De most jön a tripla! Egy 140-nel kiszállóra mehet, 180-nal meg még inkább. 187-re dob most, 180. Bedobja a 180-at! A nyolcadik a meccsen! Még egy, és akkor 4.50-nél fogunk járni egyébként. De hát kiszámolja ezt most. 60 a dobot, ilyen mérkőzésen. 127. Én nem tudom ki, hogy van veled egy döntőszettet. Nagyon szívesen elnézegetnék ebből a meccsből. Hármas. Ó, és mekkora hiba, igen. Fú. Na. Ez viszont már nekem, ez már nekem se tetszik. Tehát ennyire azért nem kell... Eddig még értem a szimpátiát, meg minden, de ez már azért egy kicsit sok lesz a jóból. 180! Na, 186-ra tripla. Jön a tripla! Ha dob egy 140-et, akkor... 100-at dobott! Eddig így is kényszer alatt ját, dob most Szujovics, meg kell dobnia a kiszállót. Mese nincs. Egy nyila lesz rá, ha eltalálja a 20-ast! Az megvan! Dupla 20! És nem dobja be, ötös dob! Hát ez hihetetlen! És Fallon Serok
eljut-e meccsnyílhoz? Ha csak Szektor dob, a Búrra megvan az esélye. Ha csak Szektor dob, az megvan, és a Búr a meccsért! Megdobja! Ha Jézus Mária! Hát ez hihetetlen! Ez valami egészen elképesztő! Hát hogy lehet így kiszállózni, ahogy ez a lány? Ez valami egészen döbbenetes. 16 nyilat dobott el 11 kiszállóra. 16 nyílt, 68,75-ös kiszállózás. 90 fölötti átlag, 90,67, 100,8-as első 9 nyílt, és 5 olyan leg, amit elnyert Menzur Sujovic kezdéséből. 5 leget nyert el. Egészen hihetetlen teljesítmény, 4 darab 180-nal. Hát nehéz szavakat találni erre, azt hiszem. És a következő ellenfele Chris Dobie lesz majd. Hát most már nem tudom elképzelni, hogy nem kezdik el azt emlegetni, hogy ez a lány ez nagyon sokra viheti ezen a VB-n, és most már mindenkinek meg kell küzdenie majd ellene azzal a súllyal, hogy most már nem csak egyszerűen egy kicsúszott Tedevec elleni győzelem van a zsebében, hanem egy nagyon komoly, kiemelt játékos búcsúzt adott egy hihetetlen mérkőzésen. Ugye láttuk az occokat, 1000-1 volt a világbajnoki győzelemre Seroknak az esélye. Hát ez most lehet, hogy le fog esni egyébként, ezután a győzelem után elég alaposan. Egészen hihetetlen, amit itt láttunk ma este. Na hát akkor ne szusszanjunk, jön egy riport. Ha halljuk. Nem hiszi elős. Nem értem. Ez a legszebb az egész, hogy szinte el se hiszi utána, hogy mi történt. Oh, nem hallok semmit. Hát van mit köszönni, azért azt tegyük hozzá. Azt tegyük hozzá, mert a közönség legalább hozzátett egy adagot ehhez. Igen. Összesen 5 nyilat rontott el kiszállóra. Próbáltam figyelni a befejezéseimre, ami elég jól sikerült. You said it was a whirlwind. You're on every TV station and radio station. I don't know where you're going to be going tomorrow. You're probably going out to New York and Australia. Everyone will want to talk to you. How are you arról beszél, azt látod, hogy ugye New York-tól Ausztráliáig mindenhol róla beszélnek. Most erre nem akartam gondolni, hanem amit csak a játékra akart koncentrálni, de most se hiszi el nagyon, mi történik. Annyira nem értem, hogy nem hallok semmit, szinte csak ilyen elcsípett fél mondatokat. De most két kiváló játékos győztem le, nagyjából valami hasonlóról beszélhetett, de továbbra sem nagyon értem sajnos, mert annyira hangos a közönségnek a zaja. Hát most nagyon komoly éltetést kap, ez egyértelmű. Meg tudod nyerni.
session. This has been an enormous thrill to watch you play. Hát utoljára talán Taylort ünnepelte így a közönség. Abszolút. És nem hiszem, hogy ez a helyes kérdés egyébként tőle, mármint a riportertől, hogy meg tudja nyerni a tornát, mert ezzel nem is szabad, és nagyon okosan válaszol, és nem lehet ez a cél. Egész egyszerűen figyelni kell a feladatára, mindig az adott mérkőzésre, mint ahogy most is sikerült mindentől függetlenítenie magát eddig is, és ezután is nyilván erre fog törekedni, de igen, hát kellenek a fotók. Hát nyilván még az ennél oldalra, is mozgalmasabb de... napjai lesznek, azt hiszem innentől kezdve. Hát most egy csuda egy karácsonya lesz, az biztos. Majd bár nem tudom, hogy a Dobi elleni meccs az egyébként mikorra van, hogy mindjárt majd megnézzük azt, most menjünk-e szünetre így szerintem, van. Mert vannak itt azért egyéb irány kötelezettségeink, aztán jön a Vandenberg és Josh Payne összecsapás, és kisilabizáljuk, hogy mikor játszik majd Dobi ellen.